A galaktika minden bolygóján látható az állandó mozgás. Egy hatalmas, mágikus erő. Itt az Aquilianon úgy hívják, hogy Sus. Az erő olyan nagy, hogy le kellett kötni. Kivéve a Galactic Football, a világegyetem leglátványosabb sportját. De 15 évvel ezelőtt egy titokzatos robbanás rázta meg az Aquilian. Elsöpörte a Sust, és romba döntötte az esélyeinket a Galactic Football Cup-on. 15 év egy jó csapat nélkül, és semmi más, csak hó és jég. De most újra élett a remény. Fiatal új játékosok életre keltik a Sust az Aquilianon. A sorsuk a kezükben van. Galactic Football. Az előző rész tartalmából a csapat keményen edzett, tökéletesen nyugodtan várja a mérkőzést. Háromszor vétetted el a lövést. Mi bajod van? Ott vannak. Anya! Microwise, de rég láttalak. Kicsikén. Noelin, akkor én. Apu! Zoelin, te olyan csinos vagy. Bármit kér tőled, Bélak, ne tedd meg. Bármi történik, megöli az apádat. Bélak prominens tagja a szervezetünknek. Szilárd bizonyítékra van szükségem. Hamarosan meg lesz. Rakit, Kira meg én úgy döntöttünk, hogy újra kezdjük. Minden neked köszönhető, Rakit. Hát itt vagy, kicsim. Nézd, elintéztem még két szerződést. Anya, figyelj, én fotista vagyok, nem manöken. Szóval Rakit beszélt veletek? Igen, és meg kell mondanom, hogy az a fiatalember nagyon bátor. Egész este nem szóltál egy szót sem. Nincs kedvem beszélgetni. Jock is benne van. Úgy tesz, mint aki nem tud semmit. Bélak őt használta, hogy megszerezze a Metafluxot. Clamp. Jock Sony fia. Ha életben akarod még látni az apádat, meg kell tenned nekem egy szívességet. Rajtad múlik. A párbaj. Most 30 másodpercet aludtál. Mindig ugyanaz a rémálom. Azt hiszem, egy másodpercet sem fogok aludni a döntő előtt. Ha azt vesszük, mennyit aludtál születésed óta. Gondolod, ez számít valamit? Te ezt nem értheted. Azért alszom annyit, mert egyszerűen szükségem van. Ha akarod, énekelek altatót. Szita leszek. Valóságos szita. Miattam vesztünk. Pontosan ez az a mozdulat, amit a döntő során csinálni szeretnék. De könnyebb mondani, mint csinálni. Microwise, nem kéne a szobádban lennem. Ha az apám rajta kap... Mi van? Nem csinálunk semmi rosszat. Csak nézzünk egy kis focit. Mutatok egy másik meccset. Nem akarsz másról beszélgetni? Nem csak fociból áll az élet. Ez vicces. Van valaki, aki mindig ezt hajtogatja. Nem csak foci van az életben. Jó ember lehet. Na persze, én voltam. Zoelin! Egyedül vagy odaben? Zoelin! Igen, hát persze, apa. Csak nézem a tévét. Vígjáték. Egy nagyon vicces vígjáték. Azt hallom! Éj, nem maradj fent soká, kicsim. Holnap segítened kell kiszolgálni ezeket a buta zöldfülűeket. Mindig csodát várnak tőlem, mert bekerültek valami nevetséges sportdöntőbe. Ilyen az én szerencsém. Rendben, apa. Beszélt velem, amióta megcsókoltam. Mintha bujkálna előlem. Törődj bele, Tia! A fiúk nem olyanok, mint mi.
Soha nem fogjuk megérteni őket. Ugyan ki tudná megmondani a kupa utolsó mérkőzésének vége előtt, melyik Flux a jobb? A Shadow Smog vagy a Snowkitsus? Ez a két csapat fej-fej mellett szerepelt a két legutolsó kvalifikáción, és a játékosok még sose voltak jobbak, és senki se tudhatja előre. Ki kapja a kupát, amikor az megérkezik az utolsó sípzó elhangzása után a stadionba? Színed vagy Csok? Elképesztő az izgalom! Mindketten jól tudjuk, hogy én fogom tartani azt a kupát. Igazam van, Jock? Tudod, mi zavar a legjobban abban, hogy nem hozod a csúcsformádat a döntőben? Miről beszélsz? Meg kell mentened az apádat, igaz? Én ezt értem. Na persze, nekem nincsenek szüleim. Úgyhogy kicsit nehéz beleélnem magam a helyedbe. Honnan tudod ezt? Nem mindegy. De visszatérve a kérdésemre, az zavar a legjobban, hogy megtévesztően jobbnak tűnhetsz nálam, ha mindent beleadsz. Úgyhogy van egy ajánlatom. Rendben, tartsunk szünetet. Clamp, azt mondtam, tartsunk szünetet. Igen, igen, hát persze, Arch. Nem tudom, érdekel-e titeket vagy sem, de két nap múlva kupa döntőt játszunk. Kupa döntőt? Jelent ez nektek valamit? Ez az, amiért néhány hónapja mindenről lemondtunk. Az álmunk. Csak azt ígérhetem, hogy ha továbbra is így játszotok, az álomból rémálom lesz. Ha ennyire rosszul játszotok, az egész galaxis rajtatok fog röhögni. És ami rosszabb, elvesztetek egy meccset anélkül, hogy játszanátok. Mi a fene folyik itt? Ennyire megbénít titeket a meccs jelentősége? Ha akarjátok, most rögtön visszaléphetünk az egésztől. Csak egy telefonomba kerül. De ha be akarjátok tenni a lábatokat a pályára, felejtsétek el, mi a tét, és koncentráljatok a focira, és adjatok bele mindent! Na jól van, akkor folytassuk. Rakit és Tia, az nem érdekel, miért nem beszéltek egymással a pályán kívül. De a pályán felejtsetek el minden akadályt. Különben aknamező lesz belőle. Na és te, Clamp, figyelj oda, mit csinálsz. Majdnem sajnálom, hogy a klónod nincs már itt többé. Rendben, Arch. Elnézést. És semmilyen módon nem lehet észrevenni. Épp ettől olyan hatalmas. Aki birtokolja a Metafluxot, olyan fegyverrel rendelkezik, ami ellen a Flux társaság nem tehet semmit. Ha arra gondolok, hogy én csináltam, és valami szörnyűség történik, sose bocsátom meg magamnak. És te? Nyomára akadtál Sonynak? Minden sarkát átkutattuk a Genesis stadionnak. Sonyn van egy adó. Bárhol van, az alapján meg kéne találnunk. De a leggyengébb jelet sem észleljük. Ez hihetetlen. Mintha valami vastag fal mögé lenne zárva. Mintha elvesztettük volna. Kedves öreg Sony, nyugodtnak látszik. Tábornok úr, a prototípus készen van. Remek, nagyon jó. Arra gondolom,
boldog, hogy ettől én leszek a leghatalmasabb ember a galaxisban. Nem sokára nem lesz más Flux, csak a Metaflux. És mindenki tőlem függ majd. Tábornok úr, még mindig nem értem, hogy akarja csinálni, sem azt, hogy kivel. Higgy el, Baldwin. Sok-sok éve várok erre a pillanatra. A tervem tökéletes. Hogy mit tudsz a dologról? Fogalmam sincs, hogy miről beszélsz. Mit tudsz Blaylockról, az apámról és a Metafluxról? És mi a te szereped, mondd? Ismétlem, Jock, hogy fogalmam sincs, hogy miről beszélsz. De tudni akarod, hogy melyikünk a jobb, igaz? Én azt már tudom, Jock. Csak bizonyítani akarom. A pályán. Aki előbb rúg 10 gólt. Rendben? Megegyeztük? Megegyeztünk. És csak álmodoztam. Kedves, hogy eljöttél. Eszemben sincs kihagyni egy ilyen alkalmat. Amióta ismerjük egymást, ez az első eset, hogy meghívtál egy étterembe. Még amikor... Melyik asztalhoz üljünk? Hát, ha jól látom, nem valami zsúfolt a hely. Az egész éttermet lefoglaltam kettőnknek. Tegyük emlékezetessé az első alkalmat, nem? Null. Hát, Jock. Hát, barátom. Úgy tűnik, könnyebb lesz, mint gondoltam, nem? Én is olyan ideges vagyok a meccs miatt, mint ők. De mindent megteszek, hogy titkoljam. Nagyon meggyőző lehet. Mindig jól leplezed az érzéseidet. Tényleg? Nem hiszel nekem? Amióta együtt vagyunk, mondtad már nekem, hogy szeretsz. Talán nem, de azért kimutattam, nem? Igazán? Azzal, hogy elhagytad Akiliánt, hogy a Shadows-ban játsz, és engem egyedül hagytál. Magamra hagytál, és évekig nem is jelentkeztél. Ádém, ez nagyon régen történt. Fiatal voltam, és csak a foci érdekelt. Azt hittem, ez életem nagy lehetősége. Ádém,
Még nem késő, ugye? De félek, hogy az. Sajnálom, Arch. Túl sokáig vártam. Az a benyomásom színed, barátom, hogy túlbecsülöd a tehetségedet, nem? Kérdezhetek tőled valamit? Bácsikám? Rakit, szereted vagy sem? Hogy érted ezt? Tiát. Szereted őt? Szeretni... mármint... Ha igen, akkor mondd meg neki. Felejtsd el a focit, meg a meccset egy kicsit. Mert a végén késő lesz. Hát... de... Vagyis én nem... Miért? Ne kövesd el azt a hibát, amit én, vagy amit az apád, Rakit. Mutasd meg, mit érzel. Az érzelmek eltitkolása sokkal veszélyesebb, mint kimutatni őket. Én tudom, miről beszélek. Oh, hol vagyok? Leoldhatom a villanyt. Persze. Jó ét, Tia. Jó ét, Mely.
Azt hiszem, már álmodtam. Az az ostoba háború tett engem árvává. Ezért kell a fluxokat végleg eltüntetni a galaxisból. De a nagy béke óta a folyadékot csak a fociban használjuk. A Flux társaság ezt garantálja. Abban a helyzetben vagyok, hogy elmondhatom, ez nem igaz. Új háborúkat, még szörnyűbbeket készítenek elő titokban. És a szánalmas Flux társaság nem tehet ellene semmit. És azt mondja, hogy ez a szerkezet örökre megszünteti a Fluxot. A döntő napján a stadionban a legtöbb ember, akiben van Flux, minden csapat, mely részt vett a kupában. A Flux társaság, a galaxis fluxosainak 90%-a megsemmisül, ha azt teszed, amit mondtam. Gondold végig, te leszel a galaktikus kupa utolsó győztese. Rendben, vállalom. Helyes, nagyon helyes. Most elmehetsz. Egy pillanatra azt hittem, nem fog sikerülni. Megmondtam, Baldwin. A tervem hibátlan. Most már senki sem állíthat meg. Senki. Következő rész tartalmából. Egy perc van hátra, hogy elkezdődjön az a mérkőzés, amire várunk. Bármi történik, tegyétek, amit kell. Döntöttem, Maja. És ezen nem változtatok, amíg az apám veszélyben van. Most végre kiderül, hogy melyikünk a jobb. Ha életben akarod még látni az apádat, gondoskodnod kell róla, hogy a Snow Kids legyen a vesztes. Magyar hangok: Sótonyi Gábor, Előd Boton, Pésűs Bea, Madarász Éva, Láng Balázs, Markovics Tamás, Sesztár Szabolcs, Pálmai Szabolcs, Fekete Zoltán, Hambas Dániel, Rudas István, Seder Gábor, Harapó András, Molnár Ilona, Ősi Ildikó. Magyar szöveg: Juhászné Nagy Éva, hangmérnök: Bőn Gergely, gyártásvezető: Németh Piroska, szinkronrendező: Hír Ildikó. A szinkront a Jetix megbízásából a Digital Media Services készítette.